Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsai Híradó hétfő esti adását látják 2016. december 5-én. Kigyulladt a második gyertya fénye, motoros Mikulásokkal folytatódott az advent Kalocsán. Döntöttek a képviselők, az Eperföldi iskola felújítására pályázik a város. Hivatalosan is átadták a záportározót, Kárász László Csaba lett az új bérlő. Motoros Mikulások felvonulásával, a Kertvárosi Diákok műsorával és az Összefogás az Állatokért Alapítvány önkéntesével folytatódott az ünneplés Kalocsán, advent második vasárnapján. Példaértékű összefogásnak lehettek tanúi a Kalocsai Szent Kereszt Kórház dolgozói és kisbetegei. Ugyanis advent második vasárnapján Motoros Mikulások lepték el ajándékaikkal a gyermekosztályt. Ezzel azonban még nem ért véget a Kalocsa környéki motorosok jótékonysági gurulása, hiszen ajándékosztásukat a Sétáló utcában folytatták tovább. És hogy ne csak a jelenlévő, hanem a rászoruló csemeték ünnepét is szebbé tudják varázsolni, egy jelentős összeggel hozzájárultak a Csaljunk mosolyt a gyermekek arcára elnevezésű adománygyűjtő akcióhoz is. A Mikulások jelenléte tehát nagyban meghatározta advent második vasárnapjának hangulatát, amelyet a kulturális központ által rendezett ünnepség fokozott tovább. A meghitt eseményen Rejterné Fekete Magdolna intézményvezető jóvoltából felgyulladt a város második adventi gyertyájának fénye, majd a kertvárosi tagiskolások előadásával zárult az ünnepi délután. A forgatagból természetesen a megszokott zsíros kenyér, tea és a forralt bor sem hiányozhatott, amit ezúttal az Összefogás az Állatokért Alapítvány Kalocsa önkéntesei kínáltak a jelenlévőknek. Kalocsa város képviselő testülete november 24-én egyhangúan döntött arról, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség tornaterem felújítási programjának keretein belül az önkormányzat pályázik az Eperföldi iskola tornatermének felújítására, amely hozzájárulhat az intézmény sportiskolává válásához. Már 2013 óta vannak azzal kapcsolatos törekvések, hogy az Eperföldi általános iskola sportiskolává váljon, amelyre most 2017. szeptemberétől minden esély megvan. Erről számolt be korábban televíziónknak Szabó Balázs, a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke. Az önkormányzati képviselő ugyanakkor hozzátette, hogy ebben kulcs szerepet játszhat a rendelkezésre álló sportingatlan, amelynek felújítására pályázati lehetőség is rendelkezésre áll majd a jövőben. Ennek a lehetőségnek a november 24-i képviselőtestületi ülésen jött el az ideje, hiszen a napirendek között szerepelt az Eperföldi iskola tornatermének felújítására vonatkozó pályázat, illetve az ehhez köthető önkormányzati önerő támogatásából történő biztosítása. A iskola és a Klik megkeresett bennünket, hogy egy ilyen lehetőség van, hogy a kézilabda szövetségen keresztül az önkormányzat pályázat. Ebben a pályázatban az önerő valamivel több mint 4,5 millió forint, tette hozzá dr. Bálint József. 25-ével jár a pályázati határidő. Ennyi kockázat van benne, hogy amennyiben ezt beadjuk, akkor 5% előleget meg kell hónap fizetnünk, és a többi majd januárban történik döntés, és ha nyertes lesz a pályázat, akkor ugye a megvalósítás során a többi önerőt is biztosítani kell, ha pedig nem, akkor az 5%-ot vissza fogják fizetni a számunkra. Az előterjesztést nagy örömmel fogadta Simon Zoltán önkormányzati képviselő, aki reményét fejtette ki annak kapcsán is, hogy megvalósul a már régre visszanyúló kezdeményezés, miszerint az Eperföldi általános iskolából sportiskola váljon. A sportlétesítmények felújításával elindulunk abban az irányban, hogy az egyik kalocsai általános iskola egy nagyon speciális sportalkozatos intézményé váljon, ami azt hiszem, hogy a szülőknek, gyerekeknek és az egész városnak érdeke. Én örömmel támogatom ezt az előterjesztést. Szabó Balázs ugyancsak annak adott hangot, hogy reményei szerint a következő tanévtől immáron sportiskolaként működhet az intézmény, amelynek eléréséhez nagyban hozzájárulhat a benyújtás előtt álló pályázat sikeressége. Ha minden jól megy és mindannyian összefogunk, és tényleg mindenki akarja, akkor jövő szeptemberben már akár sportiskolaként működhet az Eperföldi általános iskola. Dr. Bálint József polgármester annyival egészítette ki az elhangzottakat, hogy bár a beruházás az önkormányzat vagyonának az értékét növeli, azonban az intézmény sportiskolává válása a fenntartótól függ. A képviselőtestület végül 12 igennel egyhangúan megszavazta a pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést. Mint arról már beszámoltunk, a hosszú tárgyalások és egyeztetések után új bérlőre lehet a Miskei úti záportározó.
December első napján pedig hivatalosan is átadta dr. Bálint József polgármester a terület új bérlőjének. Nemrégiben írt ki pályázatot Kalocsa város képviselőtestülete a Miskei úti záportározó üzemeltetésére és hasznosítására. A pályázatot Kereszt László Csaba, kalocsai vállalkozó nyerte meg, így ő lehet az, aki 10 évig hasznosítja a területet. Dr. Bálint József, Kalocsa város polgármestere december 1-én hivatalosan is átadta új bérlőjének a záportározót. Ami szándékunk is volt, hogy megígértük, hogy ezt újra a nagy közönségnek megnyitjuk, és lehetőleg úgy, hogy bérleménybe kerüljön ki, és ennek megfelelően a bérlő vállaljon feladatot abba, hogy a kulturális és szabadidős eltöltésére a lakosságnak újra lehetősége legyen, és ehhez természetesen az alapvető funkciót se felejtse ez a záportározó, hogy elsősorban hogy a záportározó, de másodszorban pedig társadalmi szerepet is vállaljon be. Eddig, ami egy záportározó működéséhez szükséges előírás, azt az önkormányzat mindig teljesítette, viszont ahhoz, hogy a terület újra halásztóként és szabadidőparként is tudjon működni, további lépésekre volt szükség. Hiányzott egy olyan műtárgy építése, amelyik az olajat, illetve a nehézfémeket fölfogja, hiszen mivel a város csapadékvize az utánpótlás főleg, bár máshonnan is meg tudjuk oldani az utánpótlást, gyakorlatilag így ennek eleget kellett tenni, tehát ez a műtárgy elkészült, műszaki átadása megtörtént. Az új bérlő tervei között szerepel a tározó halásztóként és parkként való tovább működtetése, amihez a szükséges lépéseket és beruházásokat már meg is kezdte. De ezek mellett a jövő évben többek között halsütőde, illetve porta kialakítására is vannak tervek. Maga a horgásztelek, a embertartása az a jövő év folyamán elkezdődik, tehát a kapuk elkészítése, a karbantartása, a drótok kijavítása, a nád, a szemételtakarítása, a víztakarítása, ez a jövő év folyamán már elkezdődik. A belépő épület, ami egy portás jellegű épület lesz, az megvásárlásra került, a telepítésre szánt halakat már megvásároltam, el vannak tárolva, tehát ahogy az engedély megegyezik, úgyis az időjárás engedi, akkor a halak feltöltése megkezdődik. Kereszt László Csaba reméli, hogy az elhúzódó engedélyeztetések végére pont kerül, és a nyitás rövid időn belül megvalósulhat, így elképzelhető lehet akár az is, hogy a karácsonyi halászlébe a halat itt lehet majd megfogni. December 1-én csütörtök délután közmeghallgatást tartott Kalocsa város képviselőtestülete. Csütörtökön délután tartották a Kalocsa város képviselőtestülete által előre meghirdetett közmeghallgatást, amely során a település választópolgárai, valamint a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdéseket, észrevételeket és javaslatokat tehettek. Így most olyan témák kerültek szóba, mint például a Batthyány utca egyirányosítása, amelyhez többen is hozzászóltak és nem tetszésüket fejezték ki ezzel kapcsolatban. De felvetésre került a kórház bővítésének leállítása, a Csajda park rendbetétele, a lakótelepi kukák elhanyagoltsága és környezetük rendbetétele, a fűnyírás és a lomtalanítás is. Volt, aki a tavalyi közmeghallgatáson megígértek teljesítését kérte számon a városatyáktól. A Csajda park töltés részének megtisztítása nem történt meg, szárazágok lemetszése, felkúszó borostyán levágása, sétautakon benőtt a fű, faültetés, ami 5 tölgyfát kivágtak, és annak a pótlását, ezt is ígértek, a fürdő kerítését kinyomó vadhajtások levágása a területen belül, a napelemeknél, a terület rendezése, ez se történt meg. A felvetett problémák között szerepelt a belvárosi időkorlátos parkolás is, mivel a bevezetett új parkolási rend miatt a környék utcái telnek meg autókkal. De nem csak a parkolással, az utak javításával és karbantartásával is voltak felszólalások. Több észrevétel érkezett a szemétszállítása és annak díjemelésével kapcsolatban is. Egyszer már kaptam választ, de most, hogy mindenki hallja, miről van szó, mert a hölgyek azt mondják, hogy augusztus 1-től azért drágult ilyen drasztikusan, olyan 75-80%-osan itt vannak a papírok, a csekkek, a szemétszállítási díj, mert az önkormányzat lezárt. Kérdezem, régen hozzájárult, igen vagy nem, és most hozzájárul, igen vagy nem. Kalocsa város képviselő testületének tagjai minden kérdésre választ adtak, illetve az említett problémákra, feladatokra pedig rövid időn belül megoldást keresnek.
A Dózsa György és a Kossuth Zsuzsanna középiskola után most a Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény nyílt napra várta a továbbtanulás előtt álló 8-os diákokat. A programokon adventi kalandozások névvel az iskolát és a tanórákat mutatták be. Idén már harmadik alkalommal rendezte meg a Nagyasszonyunk Katolikus Iskola a hagyományos nyílt napját, ahol a gyerekeknek játékos, izgalmas programok keretein belül mutatták be az iskolát és az itt tanított tárgyakat is. Lehet, hogy még mindig lehetnek téves elképzelések arról, hogy milyen egy egyházi iskola, és ezért úgy gondoltuk, hogy kicsit nem a hagyományos módon, egy ilyen játékos ismerkedés keretében megszólítjuk a diákokat, akik majd középiskolát választanak. A nap egy beszélgetéssel egybekötött bemutatóval kezdődött, ahol elmondták az iskola iránt érdeklődő gyerekeknek és szüleiknek, miben is más egy egyházi iskola. Az intézményben jelenleg 460 diák tanul, elsőtől a 12. évfolyamig. Most a 8-os diákoknak mutatták be az intézményt a jelenleg ott tanuló diáktársaik segítségével. Az iskola minden életét, minden szeletét megpróbáljuk bemutatni, végülis ezek tantárgyi keretek ugyan, tehát részben irodalom, tehát most ugye adventben vagyunk, tehát egyházi jelleget is kidomborítsuk, tehát hogy egy ilyen, meg a színházteremben akkor egy ilyen mini dráma, óra, aztán a természettudományokból egy kis ízelítő. De ezek mellett a gyerekek kipróbálhatták az iskola tankonyháját is, ahol az ünnepek jegyében mézes kalácsot sütöttek. Majd többek között az informatika termet, a sportcsarnokot és a színházat is megtekinthették. Lehetőség volt továbbá a nyelvi és a matematikai oktatásba is bepillantani, hiszen ezeket magasabb óraszámban tanítják, mint egy átlag gimnáziumban. Az iskola vallási jellegét és annak tanítását is megismerhették közelebbről, hiszen hittanórán is részt vehettek az érdeklődő 8-os diákok. A Független Diákparlament alakuló ülésén felmerült témákról, így például a nyelvoktatással, érettségivel, diák önkormányzatokkal kapcsolatos problémákról és ezekhez köthető tanácskozásokról, valamint kezdeményezésekről számolt be híradónknak a Diákparlament Bekalocsáról képviselőként bejutott Kupsza Tamás. November 18-a és 20-a között Budapesten a Teleki Blanka gimnáziumban rendezték meg a Független Diákparlament első plenáris alakuló ülését, amelyen a Kalocsáról bejutott képviselő Kupsza Tamás is részt vett. A tanácskozáson megjelent hozzávetőleg 130 képviselő, döntő részben diákok, azonban szülők, valamint tanárok is alkották, mondta híradónknak a Kossuth Zsuzsanna szakközépiskola diákja, aki például a napirend előtti felszólalásokból is aktívan kivette részét, hiszen egy olyan kérdőívet vitt a diákparlament elé, amelyet közel 100-an töltöttek ki Kalocsa és környékén. Hasonló kérdések voltak, mint például, hogy mit gondolsz a mai oktatási rendszerről, hogy szerinted fel lehet-e készülni a nyelvvizsgára iskolai keretek közt, elegendő-e a szakmai órák száma a szakmai érettségihez, valamint a tanárdiák kapcsolatról próbáltam őket faggatni egy kicsit. Tamás kifejtette tévénknek, hogy az ülés során akadtak olyan témakörök, amelyek kimondottan felkeltették érdeklődését, így például a nyelvoktatást taglaló kérdések. A mai nyelvoktatással hatalmas problémák vannak, nincs elegendő óraszám, a tankönyv minőségek nem felelnek meg az elvárásainknak. A diákparlament ülésén azonban vita alapjául szolgáló kérdések is felmerültek, vagyis nem minden esetben alakult ki egyetértés a képviselők között. Ilyen volt például a diák önkormányzatok helyzetéről szóló téma. Saját költségvetést szeretnénk a diák önkormányzatoknak, hiszen mindenki szeretne színes programokat rendezni itt Kalocsán is, de azt tudni kell, hogy a gyermek és ifjúsági önkormányzatnak is kevés a költségvetése mindenre. Ugyan nemrég került megrendezésre a Vigyázz ki sport nevű rendezvényünk, ami a köztudatban hatalmas sikert aratott, ám ehhez komoly anyagi források és támogatók kellettek. A Kossuth Zsuzsanna szakközépiskola végzős diákja kifejtette továbbá, hogy ezzel a témával kapcsolatban várhatóan több online konferenciát is tartanak majd, amelyet követően a tavaszi, márciusi ülést megelőzően szeretnék törvényjavaslat formájában megfogalmazni, majd pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma elé tárni. Ebben kulcs szerepet játszhatnak a bizottságok, amelyekből összesen 9 alakult. A diák önkormányzatok helyzetének kérdésén túl egy országos, az oktatás szempontjából kiemelt fontosságú témát is boncolgatott a Független Diákparlament, amely a későbbiekben is kiemelt fontossággal bír majd. Az érettségi követelmények és a felmenő rendszer problémája, amivel rengeteget foglalkoztunk, és úgy érzem, hogy még fogunk is. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak, friss hírekkel és híradóval legközelebb holnap este jelentkezünk. Addig is kérem, kövessék műsorainkat a Kalocsa TV honlapján. További szép estét kívánok!